Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek, hanem interneten, telefonon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon keresztül előre fixálhatják a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra. Emellett megmarad a kéményseprési munkák ingyenessége is a tüzelő berendezés típusa alapján meghatározott időközönként. 2016. júliusában alaposan átalakult a kéményseprés rendszere, az ország nagy részén közel 2600 településen a katasztrófavédelem vette át a kémények ellenőrzését. Ezzel szakszerűbbé is váltak az ellenőrzések, az állami számvevőszék jelentéséből ugyanis az derült ki, 2013 és 2015 között a kéményseprésssel és ellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatók több esetben hiányosan vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről, az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat nem vagy csak hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. A változásokkal nem csak a színvonalja volt, hanem az ellenőrzések is ingyenessé váltak. 2018. január 1-én további szabályváltozások léptek életbe, ezek magukban foglalják, hogy a jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést a kéményseprés időpontjáról. A családi házban élők interneten, telefonon vagy a személyes ügyfélszolgálatokon keresztül egyeztetve a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. Az ellenőrzések azért is fontosak, mert így elkerülhetők a szénmonoxid mérgezések. 2017-ben több mint 20 esetben riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen típusú esethez. A balesetek elkerülése véget a katasztrófavédelem szakemberei mindenképpen javasolják a szénmonoxid érzékelők használatát is a gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszközökkel felszerelt lakásokban. A fogyasztóvédelem honlapján az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a tiltott, illetve ajánlott készülékekről. Ezt vásárlás előtt mindenképp érdemes áttekinteni, mert a hatósági vizsgálatok szerint a magyar boltokban kapható szénmonoxid érzékelők többsége nem jelzi, vagy csak később jelzi, ha nagy a baj. Vennünk a stúdióban Dóka Imre, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok! Üdvözlök. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! Az előző évhez képest mennyiben történt változás? Gyakorlatilag a kéményseprés a lakossági szektorban ugyanúgy maradt, már abban az értelemben ugye ingyenes lett, illetve vannak sormunkák, azonban az egylakásos, jellemzően ugye a családi házaknál megszűnt ez a sormunka. Itt az ügyfelek, azaz a lakosságnak kell kérni a kéményseprőknek az érkezését. Ez megmaradt ugyanúgy a vegyes tüzelésű fűtőberendezések esetében két évente, illetve évente, a gázüzemű tüzelő fűtőberendezéseknél pedig évente. Tehát minden maradt, egyedül az egylakásos családi házaknál kérni kell azt az időpontot, amikor a kéményseprőt tudják fogadni. Ez többféleképpen ugye telefonon, e-mailben, vagy akár az ügyfélszolgálatokra ellátogatva kérhetik ezt az időpontot. Egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu internetes címen minden olyan kérdésre választ tudnak kapni a nézők, amely esetleg eddig nem volt egyértelmű. Miért volt szükség erre a változtatásra? Ugye úgy működött az ingyenes sormunka, hogy a kéményseprő érkezése előtt kiértesítette a lakókat, egy bizonyos idő intervallummal, ez legalább két hét volt, vagy minimum két hét volt. Az első időponton, amikor nem talált ott a lakókat, akkor egy újabb kiértesítés szintén két héttel előtte megérkezett a tulajdonoshoz. Ha abban az esetben sem talált otthon az ingatlan tulajdonost, akkor a harmadik időpontnál már az ügyfélnek kellett ezt a fajta időpontegyeztetést megkérnie, és a harmadik kiérkezéskor már a kiszállási költséget sajnos ki kellett fizetni, hiszen úgy azt nem várhatja el senki, hogy a kéményseprő akár naponta becsengessen az adott ingatlanba. Éppen ezért az egylakásos társasházaknál sormunka, mint fogalom szűnt meg, de az ingyenesség megmaradt a lakossági szektorban, és akkor ezt az időpontot, ha jelzik, akkor fog érkezni a kéményseprő, amely időpontot megjelölte az ott lakó. Nem kell attól tartani, hogy ezentúl elmulasztják a kérést, a kéményseprést a lakók? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, illetve a családnak, illetve az egyénnek is a jól felfogott érdeke az, hogy biztonságban tudhassa magát, illetve a család tagokat is abban az ingatlanban, ahol él. Így mindenképpen meg kell tenni ezt a szükséges
éves vagy két évente, ahogy beengedje a kéményseprőt és elvégezze azokat a tisztítási, fűtéscső, csatlakozási ellenőrzéseket, amelyek egy ilyen munkával járnak, hiszen az elmúlt időszakban is, az elmúlt egy évet, hogyha említem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sajnos több mint 1000 kéménytűz volt. Ez abból is adódik, egyébként ez elsősorban ugye a vegyes tüzelésű kazánokra értendő, hogy nem megfelelő tüzelőanyagot használnak, hiába mondjuk évente ki van takarítva, mondjuk ha műanyag PET palackot tüzel el az illető szeméttel, akkor hamarabb lerakódik az égéstermék, ez begyullad, és több olyan eset is volt, amikor a kéménytűzből az egész tetőszerkezet leégett, vagy egy nagyobb lakástűz is keletkezett. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember mondjuk használ egy gépkocsit, azt el kell vinni műszaki vizsgára, ugyanez igaz a tüzelőfűtő berendezésekre is. És hát ami nagyon fontos ugye hangsúlyozni, hogy ez ingyenes, tehát mindenképpen ingyenes. Így van, a lakossági szektorban ingyenes, azokban az esetekben, ahol vállalkozások vagy gazdasági társaságok működnek, azokban az ingatlanokban pedig a kéményseprőipari szolgáltatók vannak. Jelen esetben egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 ilyen szolgáltató látja el ezt a fajta takarítási vagy tisztítási munkálatokat, és ezeket a cégeket pedig megtalálják a szabolcs.katasztrófavédelem.hu internetes címen is, vagy már említett kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon. Még egy kérdés erejéig azért maradjunk a lakosságnál, hogyha ezúton, tehát ezúttal sem lesz otthon az illető, akkor ugyanaz a metódus, mint ami korábban volt 2016-ban? Nem ugyanaz a metódus. Az a metódus, hogy nyilván mindenkinek a jól felfogott érdeke, többen mondjuk műszakba járnak dolgozni, meg tudja jelölni ezt a egy évben egy, vagy esetleg két évente egy napot, ugye itt a vegyes tüzelésű esetében évente egy napot kell megjelölni, gázüzemű tüzelőfűtő berendezéseknél pedig két évente egy olyan napot, amikor otthon tartózkodik, és a kéményseprőt tudja fogadni. Ez úgy gondolom mindenkinek a jól felfogott érdeke. Azt is el szoktuk mondani, hogy a szénmonoxid érzékelőket mindenképpen szerezzék be, akkor is, hogyha rendben van a tüzelőfűtő berendezésük, hiszen az elmúlt 2 hónapot is, ha említem, 3 olyan eset is volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol bebizonyosodott, hogy ezek az érzékelők életeket mentettek. Van-e valamilyen statisztika arra vonatkozóan, hogy az érzékelők milyen esetben működnek ténylegesen? Mert ugye erről is hallottunk, hogy nem minden érzékelő, szénmonoxid érzékelő tényleg jó. Ugye a katasztrófavédelem ellátja a szénmonoxid érzékelőknek a piacfelügyeleti ellenőrzését is, nyilván a társhatóságokkal együtt. Ezeknek a készülékeknek a tiltó, illetve a javasolt listája a fogyasztóvédelem.hu weboldalon megtalálható. Nem szoktunk típust ajánlani, de itt azok a folyamatosan ellenőrzött piaci szektorban kapható szénmonoxid érzékelők megvannak, úgymond átesnek egy ellenőrzésen, és a tiltó, illetve a javasolt lista fent található. Mindenképpen azt szoktuk mondani, hogy azokban a helyiségekben helyezzék el ezeket a szénmonoxid érzékelőket, ahol vagy a legtöbbet tartózkodnak, vagy a tüzelőfűtő berendezéshez közel van, illetve a légzési magasság fölé helyezzék egy picivel. Ez azt jelenti, hogy már időben jelez maga az érzékelő, és nem következnek be balesetek. Hála jó Istennek, azt örömmel jelenthetem egyébként, hogy 2017-ben halálesetet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a fajta gyilkos gáz nem követelt. Dóka Imre, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm.